Köszöntöm Önöket, mai vendégünk Kovács Sándor úrral, Jászlikon Szolnok megyei közgyűlés elnöke. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is üdvözlöm a televízió nézőket. 2013. január legvége van, már eltelt egy hónap az új esztendőből. Ha visszagondolunk, hogyan látja a 2012-es évet, milyen évünk volt, nehéz volt-e vagy könnyű? Hát, ha végig gondolom az egész évet, a tavaly januártól kezdve egészen december végig nagyon mozgalmas évünk volt. Az távolról nézve az európai gazdasági politika, ami egy nagyon zűrös volt, Magyarország helyzete sem volt túl egyszerű, nagyon sok pénzügyi, gazdasági, politikai támadásnak voltunk kitéve, de hát a karaván haladt tovább, megszülettek azok a nagyon fontos döntések, amely az ország átalakításához szükségesek. A tavalyi évben már kipróbáltuk azt a rendszert a megyénél, amely a megye új struktúráját jelentette, tehát nem intézményfenntartó megye lettünk, hanem gazdaságfejlesztéssel foglalkozó megye. Én már akkor is mondtam, hogy elég méltatlan az a megyéhez, hogy igazából Jászlikon-Szolnok megye is, mint az összes többi megye, nem volt egyéb feladata, mint azokat az intézményeket kellett fenntartani, azokat a szociális intézményeket, középiskolákat, idős otthonokat, amelyeket az önkormányzat nem tudott működtetni, ezért átadta a megyének. És igazából a megyének nagyon más szerepe sem volt. Ebben az új struktúrában pedig a gazdaság fejlesztés, gazdaság élénkítés, ez egy sokkal fontosabb, sokkal fajsúlyosabb feladat, mint ami az előző időszakban volt. Ennek az új módszernek a tanulásával, ennek az új feladat elsajátításával és jó működtetésével telt a megyének igazából az elmúlt egy éve. A tavalyi esztendőből, a megye életéből milyen eseményeket, eredményeket tudnak kiemelni? Melyek voltak a legfontosabbak? Hát segítettünk mindenképpen a kormányhivataloknak az új rendszer felállításában. Igazából nekünk törvényi feladat ebből nem hárult, de mindenképpen az új struktúrákat segítettünk a kormányhivataloknak, segítettünk a járások felállításában, és természetesen készültünk fel, és végeztük azt a munkát, ami a területfejlesztésből ránk adódott. Tehát hozzánk tartoztak már az elmúlt időszak lejárt pályázatainak utóellenőrzése. Több ezer pályázatot ellenőrzött le a megyei önkormányzat és a munkatársak, és ennek 95%-a teljesen jó és hibátlan volt, körülbelül 5%, ami a pályázatok megvalósítása, pénzügyi elszámolása, vagy tovább folytatása igazából problémás. Ez volt a feladat, hozzánk tartoznak most már a települési rendezési terveknek az engedélyezése is, tehát ebben a munkába ástuk bele magunkat, és ez az év azt hiszem, hogy még mozgalmasabb és még nagyobb feladatot fog jelenteni, mint a tavalyi. Az elmúlt napokban lehetett arról olvasni, illetve aki arra járt, mert tapasztalhatta, hogy próbaüzembe átadták a Debrecent elkerülő 4-es számú főút szakaszát. Erről azt nyilatkozta Debrecen polgármestere Kósa Lajos, hogy nagyon örülnek ennek az új útszakasznak. Esetleg itt a megyében lehet-e majd valami hasonlóról hallani a közeljövőben? Hát mindenképpen a karcagiaknak nem kell mondani, hogy egy kis felfordulást okozott az, hiszen a Laktanya felé már több mint egy éve nem lehet kimenni, hiszen olyan aluljáró épül a vasút alatt, ami igazából nagyvárosok környékén vagy Budapest környékén láthatott a karcagi, épül a felüljáró is itt Karcag pusztánál. És ami a legfontosabb, a kormány megszavazott 6,5 milliárd forintot arra, hogy a 4-es autópálya fejlesztése megtörténjen. Ez a Fegyvernek Abony közötti szakasz, 4 sávos autópálya minőségben, ami azt jelenti, hogy csak csatlakozik ahhoz a Fegyverneki részhez, ahol már 4 sávos a 4-es út, és teljesen Abony bekötő útig fog ez folytatódni. Ez a 6,5 milliárd elég a tervezésre, a terület kisajátítására. Itt egy Szolnokot északról elkerülő Tiszahíd is építésre kerül, és mindenképpen fel fog gyorsulni a 4-es út, és már lesz autópálya minőség is. És igazából az az érdekes, hogy azért Abonynál fog csatlakozni ott a 4-esbe, mert lesz egy nagy csomópont, amely a 8-as autópályába, az M8-as autópályába fog csatlakozni, amely Szolnok, Kecskemét és a Dunán keresztül kelet-nyugat irányba metszi át az országot. Fegyvernek nem egy nagy távolság innen Karcagtól, elképzelhető-e, hogy jön majd az építkezés felénk is? Hát én azt mondom, hogy örülnék annak, hogyha
a kisújji elkerülő után kész lenne a kenderesi, fegyverneki elkerülő, és igazából akkor már azt lehet mondani, hogy kényelmesen el lehetne jutni Karcagról Budapestre, akár a négyesen keresztül is. Most nagyon sok probléma van, igazából látszik, hogy a tél is kihozta a négyes autóútnak a problémáit, sok helyen kátyús, de bízom benne, én beszéltem a közterület vezetőjével, a közútkezelő vezetőjével, ezt, ahogy egy kicsit enyhül az idő, egyből hozzákezdenek a javításokhoz. Mai interjúnk egyik apropója az, hogy a közelmúltban január 14-én az Országházban járt, ahol Orbán Viktor miniszterelnök úrral egyeztettek a megyei közgyűlés elnökök. Beszéljen nekünk erről a találkozóról, mi hangzott el ott. Igen, a miniszterelnök úr meghívta egyeztetni mind a 19 megye elnökét, mind a 19 megye vezetőjét, és hát kért tőlünk elképzeléseket a megye feladataira, a szerepére, mi az, amit még el tudnának látni a megyék, és elmondta ő is az elképzeléseit, hogy milyen típusú megyére gondolt az elkövetkező időszakba, és azt kell mondani, hogy a megyék feladattal anyagilag nagyon meg lesznek erősítve a következő időszakba, hiszen a 2014-2020-as Európai Uniós gazdasági ciklus, költségvetési ciklusban, ami pénz Magyarországra jut és egyéb hazai források pénzösszege, ennek kb. 16%-át a megyék fogják elosztani. Tehát a megyékhez kell pályázni, ők fognak arról dönteni, hogy hol épüljenek akár óvodák, kultúrházak, útfelújítások, tehát a megyének nagyon komoly szerepe van ebbe az időszakba, és mi már hozzá is kezdtünk ehhez a munkához itt Jászlajkun-Szolnok megyébe, hiszen megkezdtük a megye gazdasági fejlesztési tervének elkészítését, ez már munkaanyagként működik, megtárgyalta a megyei közgyűlés önkormányzatokkal, pont a múlt héten 20 városi önkormányzattal itt a megyében együttműködési szerződést írtunk alá, ami abból áll, hogy a 20 város, ami a megyében található, azzal közösen tervezzük ezt a gazdasági ciklust a települések bevonásával és a megye koordinálásával fog történni. Ez a tervezés, pont a mai délutánon is szolnoki vállalkozóknak tartok egy előadást, holnap Jászberénybe, holnap után Kisújszálláson, és a vállalkozókat is bevonjuk ebbe a tervezési folyamatba, hiszen tapasztalat az az elmúlt időszakban, az elmúlt uniós költségvetési ciklusban, hogy igazából nem a gazdaságra, nem olyan dolgokra folytak a pénzek, amire igazából az országnak szükség lett volna, ami beindította volna a gazdaságot. Nem kell senkinek sem sorolni azokat a példákat, hogy völgyhidat építettünk ott, ahol igazából nem lett volna szükség. Az autópálya alagutat úgy, hogy másfél méter homok van az alagút felett, olyan helyre fúrtak a 80 centis kilátót. És hát igazából ettől nem indult be a gazdaság. Ez most meg is látszik az országon. Ezért mondta a miniszterelnök úr, hogy a következő parlamentnek és a következő uniós tervezési ciklusnak 60% forrást a gazdaságfejlesztésre kell mindenképpen fordítani. Ezen a találkozón elhangzott az is, hogy a megyéktől az állam 196 milliárd forint adósságállományt vett át. Ezen a listán hol állt Jász-Nagykun-Szolnok megye? Hát még köszönhető az előző ciklus vezetésének, én akkor alelnök voltam az előző ciklusban, igazából nem halmozott fel adósságot. Nagyon kevés adósságot halmozott fel a megye, mi a kevésbé eladósodott megyékhez tartoztunk. Bocsájtottunk ugyankint kötvényt 4 milliárd forint értékbe, de ebből 3 milliárd még megvolt ebbe az időszakba, és ebből a kötvényből Jászapátiba tornatermet építettünk, ebből az összegből Kúhegyesen is tornaterem épült, a megyeháza tetejére napelemeket tettünk, ami nagy mértékben csökkenti a megyeháza rezsiköltségeit, fűtés és szigetelés korszerűsítéseket végeztünk belőle az intézményekbe. Tehát ez a pénz, amit elköltöttünk, ami igazából adósságot halmozott fel, az az elkövetkező időszakban megtérül ezekből a beruházásokból. Csak olyanra költöttünk, a megye csak olyanra költött, ami az elkövetkező pár évben meg fog térülni, és ebből is nagyon keveset. Igazából pályázatok önerejére fordítottuk ezt az összeget. Mit jelent ez az adósság átvállalása például Jász-Nagykun-Szolnok megye életében? Ezt úgy is lehetne mondani esetleg, hogy tiszta lappal indul a megye? Hát
2012. január 1-én egy fillér adósága nem volt, hiszen átvette az összes adósságot, az összes megye összes adósságát a kormány. Ez egy nagyon fontos, és azt kell mondanom, hogy történelmi lépés volt. Lehet, hogy ez egy kicsit nagy szavak, de gondoljunk bele, Jászlóki-Kun-Szolnok megye fenntartott körülbelül 4 középiskolát, szociális intézményeinkből volt 7, fenntartotta a megyei kórházat, és hogyha bármilyen pályázat volt, annak az önerejét a megyének kellett, a megyei önkormányzatnak kellett biztosítani. És hogyha azt akartuk, hogy tudjunk pályázni fűtéskorszerűsítésre, felszerelésre, a Hetényi Géza kórházba gépműszerbeszerzésre, akkor mindenképpen valahonnan a forrást elő kellett teremteni, és ez általában a kötvényből volt, és igazából a megyei önkormányzatra nem lehet még azt sem mondani, hogy költekezett, hogy szórta volna pénzt. Most az elmúlt időszakban nagy téma az, hogy mennyi jutalmat vettek fel néhány települési önkormányzatba, a polgármesterek, akár vezetők. És én próbáltam az emlékeimet visszapörgetni ebbe a dologba, hogy lehet, hogy rosszul dolgoztam, de én életemben jutalmat nem vettem fel, de ez így nem igaz, mert prémiumot azt vettem fel, talán 24 évvel ezelőtt még a víztársulatnál. Tehát az önkormányzatokra nem lehet mondani, sem a karcagi önkormányzatra, de a megyei önkormányzatra se, hogy szórta volna pénzt, és nem takarékosan gazdálkodott volna, talán még túlságosan takarékosan is. Talán még olyan dolgokba is kétszer megrágtuk, kétszer meggondoltuk, hogy kiadjuk-e a pénzt, amit tudtuk, hogy fontos, de mindig vártunk avval, hogy hát ha van jobb lehetőség, van jobb pályázati lehetőség, és ez a megfontoltság ez idővel mindenképpen bejött. 2013. január vége van, egy kicsivel több mint egy év és néhány hónap, és ismét parlamenti választások lesznek hazánkban. Elkezdődött a kampány, legalábbis a MSZP részéről egy plakát kampány. Az első plakátokon Matolcsy György és Hoffmann Rózsa szerepelnek, erről mi a véleménye? Hát van egy nagyon tömör, sommás véleményemet, amit igazából lehet, hogy nem itt a tévébe kellene elmondani, tehát inkább meg is tartom magamnak. A hosszabb és a publikusabb vélemény az, hogy az MSZP-nek meglátszik, hogy kormányozni sem tudott, hiszen volt 8 évük arra, hogy valami maradandót alkossanak az országba, valami jót tegyenek. A maradandót sikerült alkotni, hiszen 22 ezer milliárd forint államadósággal adták át a kormányt, a felvett IMF hitelt, a szétzüllesztett hatósági feladatok, az egész kormány szerkezetet. És most hozzá kezdenek, és mint tiszta lappal elkezdik szidni azt, aki az ő, hogy is mondjam, szemétdombjukat próbálja eltakarítani, visszafizetni az IMF hiteleket, azt, amit Gyurcsány és Bajnai vettek fel. És hát hívta megint azt a tanácsadót, azt a Ron Werbert, aki 2002-ben megismerhettünk, hiszen az ő politikai kampány stratégiája mindig abban van, hogy ellenségképet kell találni, és hát annak idején olvashattuk, hogy ő annak idején Romániában is végzett ilyen kampányt, és akkor a magyarokat találta meg ellenségképnek, tehát az ő kampánytaktikája az, hogy ellenséget találjon, hergelje az embereket, és mindenképpen a feszültséget szítsa. Erre a szocialisták nagyon partnerek, és én láttam ezeket a plakátokat, és hát azt mondom, hogy ha ennyire telik tőlük, kormányozni nem tudnak, feszültséget akarnak kelteni, ennek az országnak erre nincs szüksége. Én azt mondom, hogy most már elérkeztünk oda, hogy a nagy átszervezések megtörténtek, az önkormányzatok, a kormányzati struktúra átalakítása megtörtént. Napokban hangzott el az a hír, hogy a lejárat erőt tudtunk visszafizetni 607 millió eurót az IMF-nek. Ilyen Magyarország történetében az elmúlt 21 néhány évben nem történt. Tehát az van, hogy fizetjük vissza az államadóságot, rendezte a kormány az önkormányzatok adósságát, ugyanúgy a települési önkormányzatok adósságát, rendezte a megyei önkormányzatok adósságát. Ilyen az elmúlt 25 évben erre nem volt példa. Szépen lábalunk ki a problémákból, amelynek nagy részét az MSZP és az MSZP vezette kormányok okoztak. Ehhez képest most jönnek és próbálják szítani a feszültséget. Ők azt mondták egy évvel ezelőtt is, hogy összeomlik az ország, ha nem veszünk fel IMF hitelt. Nem vettük fel az IMF hitelt, és nem omlott össze az ország.
azt mondták, hogy Görögország milyen jó, hogy felvette az IMF hitelt, és nincs probléma, nem lesz probléma. Elengedtek egy rakás adósságot neki. Tüntetések vannak, robbantások Athénban, sztrájkok, ezt érték el. Én azt hiszem, hogy jó úton vagyunk, és ha megpróbálja ezt az MSZP elhazudni, vagy teljesen más szintbe feltüntetni, az emberek úgyis a saját bőrükön fogják érezni, hogy mennyi a különbség, és mi a különbség azok között, akik eladósították az országot, és azok között, akik ki akarják húzni a bajból. Lehetett arról is olvasni a napokban, hogy ezek még csak az első plakátok, készülnek újabbak is, mit tippel, kik lesznek azokon a plakátokon? Hát én az a helyzet, hogy próbálom... Vagy ha az ő agyukkal gondolkodunk, kik lehetnek hát azokon nem, a plakátokon? Nem szeretnék az ő agyukkal gondolkodni, mert az is elég, hogyha az ember a sajátjával gondolkodik, az is tud elég sok gondot okozni neki. De én azt látom, hogy nem fognak leállni. Másfél év van még a választásokig. Ilyen korán még párt nem kezdte el a kampányt. És arra lehet számítani, ahogy ismerjük ezt a kampánytanácsadót, Ron Werbert, ismerjük és ismerjük az eddigi ténykedését, és ismerjük a szocialista pártot, én nem akarok jósolni, és szeretném, hogy nem lenne igazam. De ilyen feszült, ilyen elmérgesedő, ilyen mocskolódó kampányra igazából nem lehet soha számítani, mint ahogy most. Másfél évvel a választások előtt elkezdték, és folyamatosan fogják hergelni az embereket, folyamatosan fogják az eredményeket eltagadni. Itt a példa, amikor azt mondta a kormány, hogy 10%-kal csökkenti a gáz és a villany árát. Erre én azt mondtam, hogy, vagy erre az átlagember azt mondta volna, hogy jó, hát persze jobban járnak azok az emberek, akiknek a rezsi viszi el a fizetésük, nyugdíjuk nagy részét. Erre mi történt? Mérget mertem volna rá, hogy egy hét gondolkodás után az MSZP kitalálja, hogy ez miért is nem jó az embereknek. Miért azoknak jó, akik gazdagok. És az embereknek miért jó? Mondták, hogy tönkre mennek a szolgáltatók, hogy... ez nem jó, hamarabb kellett volna, mindent mondtak, de az eredményeket megpróbálják mindenképpen eltagadni. Most az, hogy hamarabb kifizette a kormány az IMF felé ezt a hiteltartozást, most is azt mondják, hogy nem jó. Ezt a pénzt be kellett volna bankba tenni, megforgatni, itt-ott, ez tipikus, és mi lett volna, hogyha elbukja a kormány ezt a pénzt? Ez a tipikus bankár szemlélet, amit az MSZP még nem tudott levetkőzni. Tehát én arra számítok, hogy el fog mérgesedni a kampány, és foggal, körömmel fognak küzdeni azért, hogy újra a hatalomba bekerüljenek, és nem érdekli őket, hogy ezzel ártanak az országnak, vagy használnak. Állítólag ezek a plakátok mintegy 15-20 millió forintba kerülnek. Érdemes-e ennyit költeni ilyen plakátokra? Én azt mondom, hogy nem, de ebből is látszik, hogy van pénz az MSZP-nek, és azt mondom, hogy ez csebben a tenger, és ez csak egy nagyon kicsi része annak, amit még fognak költeni. Hiszen elhangzott a hírekben, Mesterházi Attila mondta, hogy utcafelelősöket fognak kinevezni, akik járják az utcákat, akik keresik az embereket, és számíthatunk rá, akár a saját utcánkba is, hogy már megpróbálnak egy MSZP-s utcafelelőst kinevezni, aki nem tudom, hogy mit csinál egy utcafelelős, összeír bennünket, lehetározni fogja, hogy ki mit csinál, ki milyen szavazó. Én nem hiszem, hogy a mi utcánkban lenne utca, az MSZP-nek utcafelelőse, de mindenképpen ez a céljuk, és hát nagyon szomorú az a jövő, ami ilyen irányba vezet. Március 9-én állítólag Mesterházi Attila évértékelő beszédet fog tartani. Mi hangozhat el majd ezen az évértékelő beszéden? Hát egyszerű, semmi nem jó, semmi nem jó az irány, amilyenben megyünk, nem elég gyorsan fizetjük vissza azt a hitelt, amit ők felvettek, nem elég gyorsan csökkentjük azt a magas munkanélküliséget, amit ők elértek, szélsőségesek vagyunk, Európa segíts, Magyarország fasizálódik. Szerintem nagyjából összes is tudom írni azokat a padeleket, amiket használni fog Mesterházi Attila, és természetesen, amit láttam Gyurcsány Ferencen is az utóbbi időszakban és az MSZP-n is, hogy megint a szegények érdekeit akarják képviselni. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az MSZP mindig szóban a szegények érdekeit képviselte. Megdumálták az embereket, hogy ő a szegények érdekképviselete, ő a munkások érdekképviselete, de ha belegondolok abba, hogy Gyurcsány Ferenc milliárdos, Bajnai Gordon milliárdos,
a kapuitól kezdve, ők milliárdosok, igazából csak dumában, csak szóban, csak kampányban képviselték a szegények érdekét, utána ők ezzel igazából nem törődtek. Nekik szavazat kell, és teljesen mindegy, hogy milyen irányból szedik a szavazatokat. Látszik, Mesterházi Attila most kiment Erdélybe és megpróbált kampányolni. Hát az erdélyi magyarok nem nagyon felejtették el neki azt az elmúlt időszakot az MSZP-nek, amiben ő is talán elnökségi tagként benne volt. Tehát mindent megtesznek, nincsenek gátlásaik, sem a kampányban, sem a kampány fokozásában, és minden eszközt ki fognak használni. Tehát az év értékelője, hogy milyen lesz. Kíváncsian várjuk. Elnök úr, ön a megyei közgyűlés elnöksége mellett, ugye Karcagon önkormányzati képviselő, hogyan értékeli a város 2012-es évét, milyen eseményeket, eredményeket emel neki belőle? Hát én mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy először voltam Karcagi önkormányzati képviselő, utána kerültem a megyéhez. És érdekes dolog itt a karcagiak szempontjából is ez a dolog, amikor én 2006-ban a megyei közgyűlés alelnöke lettem, és karcagi ismerőseim kérdezték, hogy mit dolgozom, mi ez a munka, és mondtam, hogy hát a megyei önkormányzatnak vagyok az alelnöke. És aztán minden nap bejár Szolnokra, de rossz lehet neked, az biztos valami szolnoki munka. A karcagi emberek ezt a megyei önkormányzatot, ezt a megyei közgyűlést igazából nem is nagyon értik, nem is nagyon foglalkoztak soha vele. Legfontosabb a karcagi embernek az, hogy mi történik a városába, és mi történik az önkormányzatba. Én azt mondom, hogy ebben az évben nagyon sok dolognak be kell fejeződni, és el kell indulni. Be kell fejeződni mindenképpen minden nehézség ellenére a fürdőberuházásnak, ami be is fog fejeződni, és úgy gondolom, hogy én láttam most a 80%-os készültségbe a karcagi strandfürdőt, mindenki örömére egy gyöngyszeme lesz a városnak. Be fognak fejeződni azok a nagy beruházások, ami a vasút mellett történnek. Ha valaki utazik a vasútállomáson, a karcagi vasútállomásra érkezik, szinte rá sem ismer. Aluljáró van, peronok vannak, mint egy igazi nagyvárosi vasútállomás. El fog készülni az aluljáró a Laktanya felé, a felüljáró Karcagpuszta felől. Remélhetőleg már meg fog kezdődni a Püspökladányi út és a Kunmadarasi Beregfürdi út felújítása. Ennek már a tervezése, engedélyezése és az engedélyezéseinek utóellenőrzése is végéhez közeledik, tehát ebbe az évben mindenképpen el fog kezdődni. És hát amire legjobban várunk, ez a két munkahelyteremtő beruházás. A elektronikai hulladékbontó üzem és a műanyag felhasználó üzem is mindenképpen ebben az évben már vagy átadásra kerül, vagy az építkezés legvége tolódik decemberre. És mindenképpen én azt mondom, hogy nagy változások fognak történni a város életébe, és igazából szépen lépkedünk előre az ország életébe is. Tehát én azt látom, hogy ebben az évben már meg fognak látszani az eredmények, meg fog látszani az, hogy volt értelme annak, hogy átszerveztük a dolgokat, munkát próbáltunk szerezni az embereknek, és hát meg lesz annak az eredménye, hogy a kormány milyen irányba és hogyan dolgozott. Úgy látom, hogy eseménydús év előtt állunk, és jó munkát kívánunk erre az esztendőre. Köszönöm, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket.